És van, fordítsd meg, jól válaszol? Igen. Jól válaszol. Képességfejlesztő játékok kovácsolják össze a hátrányos helyzetű gyermekek közösségét Nyíregyháza Benkőbokorban. Korábban ezek az épületek szolgálati lakásként üzemeltek, a jövőben pedig tanoda működik majd itt. A bokortanyákban jelentős a rossz életkörülményben felnövők aránya, így az ő felzárkózásukat segíti majd a kedden megnyitott evangélikus egyház fenntartásában lévő intézmény. Ez esélyteremtés ahhoz, hogy modern, korszerű tudást kapjanak, közösségi emberek legyenek, és később képzettséget szerezzenek. Vagy szakképzettséget, ugye az általános iskola elvégzése után, vagy gimnáziumba menjenek, sőt, uram, bocsánat, azt is lehet mondani, hogy akár egyetemre, főiskolá is menjenek, hiszen példát mutathatnak társaiknak, tehát ahol a család már nem tudja ezt a társadalmi mobilitást elősegíteni, egy tanoda, megfelelő tanárokkal, megfelelő pedagógiai programmal, megfelelő szociális támogatással, megfelelő fejlesztő pedagógiával el tudja érni ezt a célt. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, árul legyen. Az éneklő általános iskolások lesznek délutánonként állandó látogatói a felfedező tanodának. Kezdetben 20 gyermek iskolán kívüli foglalkozásait biztosítják, ez azonban igény szerint és a fejlesztésektől függően emelkedhet a jövőben. A kormány hosszú távú célja a tanoda hálózat bővítésével, hogy a hátrányos helyzetben élő fiatalokból később a társadalom hasznos tagjai legyenek. Olyan családokból jönnek sokszor, ahol ugye a szülőknek alacsony az iskolázottsága. Nagyon szeretik a gyerekeiket, de nem biztos, hogy arra tudják őket motiválni, mondjuk 6-7-8 osztállyal, hogy akár szerezzen meg egy érettségit, vagy menjen el egyetemre. Mert ő maguk ezt az utat nem járták be. Na most a tanodák ebben is tudnak segíteni, hogy ezt a motivációt megadják a gyerekeknek, és tényleg egy jövőképet adnak nekik, tehát ők együtt építik ki. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány 2019 óta központi költségvetésből biztosítja a tanodák működését. A működést és fejlesztést segítő jövő évi forrásokra szeptember 14-ig pályázhattak az intézmények, erre összesen több mint 2,5 milliárd forint állt rendelkezésre. Magyarországon jelenleg 192 tanoda működik, melyek összesen több mint 5000 hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását segítik, és mintegy 1500 embernek adnak munkát.